Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. A téma az, hogy melyik férfi vagy melyik nő az igazi, ahol két szemét összehasonlítunk. Az egyik bal oldalon van, a másik pedig jobb oldalon. Tehát most, ha megnézed a képet, akkor gondolj valakire. Melyik személy legyen a bal oldalon, melyik személy legyen a jobb oldalon. Az is lehet, hogy benne vagy egy párkapcsolatban, de boldogtalan vagy, nincs másik személy, viszont megvan ez a vágy, hogy megismerkedj valakivel. Akkor így is gondolhatod ezt a jóslást, például, hogy bal oldalon van a társad, és jobb oldalon egy idegen férfi vagy nő, aki majd később belép az életedbe. A kérdés az, melyik személy az igazi? Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam az 4000 forint. Ott a felső kártyák utalnak a te jelenlegi helyzetedre. A torony jelentheti a korlátozásokat. Vagy azt is, hogy benne vagy ebben a szűkös helyzetben, benne vagy a toronyban. És úgy hat ki rád, mint egy labirintus. Keresel egy kiútat, keresel egy megoldást. Ez lehet a munkahelyed, ez lehet a lakhely, ez lehet a párkapcsolat is. Amit a torony még jelenthet, egy bírósági ügy, vagy egy hivatalos dolog. Ott középen az ostor azt jelenti, ami számodra fáj. Tehát vannak itt fájdalmas emlékek. Amit ez a kártya még jelenthet, hogy vannak viták, veszekedések, félreértések, és bal oldalon a kövek utalnak a nehézségekre, ahol botladozol. Ezeket a dolgokat meg kellene most oldani. Most itt a baloldali személyt nézzük meg. Ott középen a kártyák jelentik az ő jelenlegi helyzetét. Bal oldalon a ravaszróka. Utalhat negatív gondolatokra, mint például, ha ő úgy gondolja, ebből úgysem lesz semmi. Ezek lehetnek negatív érzelmek is, mint például félelmek, bizonytalanságok vagy féltékenység. A ravaszróka azt is jelentheti, hogy az ő közelében van egy hamis személy, aki figyelgeti őt, becsapja őt, hazudozik, kihasználja őt. Ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is. Szerencsére megjelennek az egerek, hiszen ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltüntetik a negatív gondolatokat, a negatív érzelmeket, vagy eltüntetik ezt a hamis szemét. És hogyan közeledik hozzád, ott vannak az utak. Az utak jelentik az ő döntéseit, azt is jelenti a kártya, hogy ő útban van hozzád. Ha őt választod, akkor milyen a jövő? Az alul látható, erre utalnak a csillagok, ami szerencsét hoz, vagy jelenti a bizalmat, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Most megnézzük a jobb oldali szemét. Nála is ott van a torony, ugyanúgy, mint nálad. Ő is fogva érzi magát a toronyba, és keres egy kiútat.
A torony lehet egy bírósági ügy is. A torony mellett ez a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet is. Amit a torony még jelenthet, például az ő válása, akkor a koporsó azt jelenti, ez most le van zárva. Hogy közeledik hozzád, ott látható a szív, hogy szívélyesen közeledik hozzád, de azt is jelenti a kártya, hogy ő szeret téged, és kimutatja az érzelmeit. Ha őt választod, akkor milyen a jövő? Erre utal az alsó kép, az iránytű. Lesz egy új irány, lesznek változások, nem csak nála, hanem ez kihat rád is. Sőt, ez lehet egy költözködés is. Még van egy kártya ott középen, amit meg tudunk tekinteni, és az azt jelenti, hogy milyen a jövőd, függetlenül ettől a két szemétől. Mi vár rád, ami a párkapcsolatot illeti, és megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Ami a jövődet illeti, erre utal ez a szív. Akár az egyiket választod, akár a másikat, akár egy harmadikat, nálad szerencse lesz a szerelmi élet területén. Boldog párkapcsolat. Erre utal itt ez a szív. És ez volt a szerelmi jóslás, melyik az igazi, melyik férfi az igazi, vagy melyik nő az igazi. Remélem, megkaptad rá a választ. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dender a Medici, vagy Dender a Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!